Szlovákiában a legtöbb turista Csehországból érkezik, második helyen a lengyelek, őket követik a németek, és a negyedik helyen a magyarországi látogatók állnak. A valóság azonban jóval árnyaltabb, hiszen az egy napra érkező, szállást nem foglaló turisták nem szerepelnek a statisztikában. A magyarországi vendégek egyik kedvenc kirándulóhelye az Alacsony-Tátra. Az Alacsony-Tátra Nemzeti Park Szlovákia a legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja, meseszép völgykatlanokkal és kőszirtekkel. A gyönyörű táj egész évben tartogat izgalmas felfedezni valót. Nagyon nagy lelki töbletet ad a téli táj, amit ugye egész nap az ember lát, a levegő, amit beszív, a környezet, amit lát, a fenyvesek, a lejtők, és ezt a napot megtöri mindig egy reggeli, vagy egy ebéd fönt, vagy egy ital a hüttében. Jó társaság, tehát hogy én ennél jobb sportot télen nem tudok elképzelni, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy kóstoljon bele bármilyen életkorban. Legtöbben hosszú hétvégére érkeznek, és a magyarországi látogatók inkább a helyszínen vásárolják meg a síbérletet. Érdemes azonban online megvenni, hiszen így 20-30%-kal olcsóbban juthatnak hozzá. A napi bérletet például 59 euró helyett 45 euróért vehetik meg. Az elmúlt két évben nagyon megnőtt a magyar ügyfelek száma, és pont ők azok a vendégek, akikre fókuszálni szeretnénk, hiszen az 1980-as években a Hopokba rengetegen jártak Magyarországról, nagyon sok volt a magyar ügyfél, és ők most visszatérnek, aminek nagyon örülünk, avatott be az elnök. Tavaly már nagyjából annyi látogató érkezett az Alacsony-Tátrába, mint a járványidőszak előtt. Most azonban a nagyon meleg február miatt sokan úgy gondolták, már nem lehet síelni. A tavalyihoz képest eddig sokkal jobb a szezon. Nagyon erős volt a december, sorra érkeztek a vendégek. Most márciusban azonban csökkent a látogatók száma. Ezért is szeretnék mindenkit szeretettel meghívni, hiszen kicsit kevesebb a turista, de mint mondtam, a feltételek kiválóak. Így márciusban is lehet síelni, mondja az igazgató. Családok és baráti társaságok egyaránt szívesen látogatnak el az Alacsony-Tátrába, ebben az időszakban főleg a tavaszi szünetben, illetve hétvégén. Én Nyíregyházáról érkeztem, és már kb. 3 éve járok ide, és nagyon jó. Jasznási központjába például egy márciusi hétvégén átlagosan 5-6 ezer turista érkezik. A kikapcsolódásra vágyók nem csak síelhetnek, hanem ellátogathatnak a környező kastélyokba, várokba, barlangokba vagy a besenyőfalvi termálfürdőbe is.